Köszöntöm a Gyöngyösi Városi Televízió nézőit, önök a Fórum című magazinműsorunkat látják, melyben az európai beruházási tervről fogunk beszélgetni. Ez ügyben is köszöntöm a stúdióban a vendégünket, dr. Zugó Liliánát, az Európai Bizottság gazdasági elemzőjét. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, köszönöm a meghívást! Nagyon szép és nagyon tartalmas téma ez az európai beruházási terv. Kezdjük azzal, hogy az országos tényezőkről egy kicsikét beszéljünk. A beruházások mértéke 2007-hez képest 15%-kal csökkent. Ennek nyilván megvoltak a maga gazdasági okai, de miért jók ezek a beruházások, miért élvez ez prioritást? Ha röviden akarom megfogalmazni, azért figyeljük mindig a beruházásokat, mert a ma beruházása a holnap munkahelye. Ugye a beruházásoknak két felé lehet választani, egyrészt muszáj ahhoz beruházni, hogy az elhasználódott gépeket, az amortizációt pótoljuk, és muszáj ahhoz beruházni, hogy fejlődjön a vállalkozás. Muszáj ahhoz beruházni, hogy több gépet tudjak venni, és többet tudjak termelni. Muszáj ahhoz beruházni, hogy nagyobb üzlethelyiségem legyen, ezért több szolgáltatást tudjak nyújtani, több ügyfelet tudjak kiszolgálni, és ehhez aztán több embert is tudjak felvenni. Tehát a beruházás az egy nagyon jó indikátora annak, hogy körülbelül milyen növekedésre számíthatunk az elkövetkezendő néhány évben. Ezért ki is lehet azt számolni, hogy körülbelül mekkora beruházás kell ahhoz, hogy egy fenntartható szinten maradjon a növekedés, és mondjuk fenntartható szinten maradjanak a munkahelyek, vagy egyre több munkahely teremtődjön. És ezt úgy látjuk, hogy a válság során bizony elég komoly beruházási szakadék keletkezett. A szükséges, a fenntartható növekedéshez szükséges beruházások és a tényleges beruházásoknak a mértéke között. Azt gondolom, a pénzügyi válságnak a következményeit különösebben nem kell lecsetelnem senkinek. Elapadtak a pénzcsapok, az államok is bajba kerültek, több állam. A fogyasztóknak nem volt pénze, általános elszegényedés, hogyha nincsen fogyasztás, akkor nincsen piac, nyilván nincsen, aki igénybe vegye a vállalatoknak a termékeit, megvegye, vagy szolgáltatásait igénybe vegye. Egy nagyon komoly gazdasági visszaesés volt, és egy nagyon komoly visszaesés a beruházásokban. Azt látjuk, hogy a gazdaság szépen elkezdett növekedni. Tehát az idei, most a téli előrejelzésünk, a bizottságnak a téli előrejelzésében több éve először van az, hogy minden tagállamban növekedést prognosztizálunk, azaz Görögországban is. De ez a növekedésnek a mértéke még mindig nem annyi, mint amennyit mi szeretnénk, hogy hosszú távon fennmaradjon. És ezért nagyon fontos nekünk, hogy a beruházásokat minél jobban segítsük, minél több eszközzel segítsük nyilván, ami a mi rendelkezésünkre áll. Hát elhangzott a kulcs szó, hogy ennek a kemény dolognak az oka a gazdasági válság volt. Éppen ezért létrejött egy beruházási terv. Ez is az a pont, ami miatt ez a mai műsor létrejött. Nem régiben tartott itt előadást Gyöngyösön külön erről is, illetve hát a beszélgetésünkből kiderült, az előzetes beszélgetésünkből, hogy a Magyar Tudományos Akadémián is volt egy egész konkrét előadása. Most itt, ha a beruházási tervről beszélünk, akkor miért jött létre? Nyilván a gazdasági válságból adódóan jött egy ilyen generátor, hogy legyen egy ilyen beruházási terv, és mik a fontos céljai, amelyeket most a nézőkkel meg tudunk osztani. Ha számszerű akarok lenni, akkor lehet látni, hogy mekkora az a beruházási rés, amiről beszéltem, hogy hiányzik a fenntartható növekedéshez, és azt célozta meg a Juncker bizottság, amikor hivatalba lépett, lánykori nevén ez a terv Juncker terv, hogy 315 milliárd eurónyi pótolagos beruházást generáljon Európa szerte. 3 évre hirdette meg ezt a tervet, tehát ez alatt a 3 év alatt, egyébként tavaly júniusban indult el a terv 1 éve, azaz most már 1,5 éve működik, tehát körülbelül fél úton vagyunk. Ha már itt tartunk, hogy hol tartunk, azért elmondom, hogy jól haladunk, az első 1,5 évben nagyon jól haladunk, de körülbelül miről is szól ez a terv? Ez egy, mivel a beruházások az, hogy mitől, miért dönt úgy egy vállalkozás, hogy ő hajlandó fejleszteni, hajlandó beruházni, hajlandó embereket felvenni, ez egy nagyon komplex kérdés, és maga a beruházási terv is ezért komplex választ igyekszik adni erre, és van 3 különböző pillér ennek a beruházási tervnek, hogy az első pillér az maga az, hogy legyen elég finanszírozás.
Ugye azt tapasztaljuk, hogy a válság során nagyon komoly bizalmi válsággal is járt ez a válság. Jelenleg sok pénz van a befektetőknél. Kikre gondolunk? Sok pénz van a bankoknál, sok pénz van a biztosítóknál, a különböző befektetési alapoknál, akik nem mernek beruházni. Félnek, hogy elveszítik a pénzüket megint. Nem mernek kockázatosabb vállalkozásokat finanszírozni. És ugyanakkor ott vannak a vállalkozások, akiknek rendkívül jó ötleteik vannak, és ők szeretnének is beruházni, de vagy nem kapnak finanszírozást, vagy nem olyan feltételekkel kapnak finanszírozást, csak jóval mondjuk rosszabb kamatfeltételek mellett, vagy jóval rövidebb futamidőre, vagy sokkal nagyobb garanciával, mert hogy kockázatosnak minősülnek, meg eleve szinte mindenki kockázatosnak minősül, vagy kockázatosabbnak minősül a válság óta. Tehát az első pillérben ezt próbáljuk kezelni egy garancia alappal. Az Európai Bizottság és az Európai Beruházási Bank létrehozott egy garancia alapot, amivel ezek mögé a kockázatosabbnak minősített hitelek mögé állunk, és azt mondjuk, hogy ha ezzel bármi történik, ezzel a hitellel bebukik, akkor mi vagyunk az elsők, ez a garancia az első, aki lenyeli a veszteséget. És ez némi megnyugvást ad a hitelezőknek, hogy egy kicsit nagyobb kedvük legyen befektetni a pénzüket és fialtatni a pénzüket, hiszen ők is jobban járnak, mint hogyha otthon a párnacihában tartják. Ezt így próbáljuk kezelni. A második pillér az igazániból az információszolgáltatásról szól. Az egyik az az, hogy bizonyára a tévénézők közül, akik vállalkozók, sokat is tapasztalták már, hogy bemennek egy bankhoz, és akkor a bank azt mondja, hogy én ezt a projektet így nem értem. Tessék egy üzleti tervet lerakni az asztalra, tessék pontosan kiszámolni, tessék ezt nekem, én ezt így nem értem. Van egy tanácsadó platformunk, ahol tanácsot adunk, ahol segítjük a projektgazdákat, hogy összerakják bankok számára is érthetően és emészthetően a projektjüket. Itt nyújtunk egyébként pénzügyi tanácsokat is. Itt nem lehet finanszírozáshoz jutni, ez nem erről szól. Ez arról szól, hogy továbbítják a projektet, vagy megmondják, hogy hová lehet fordulni, vagy mik azok a források, amikből össze lehet legózni a finanszírozást, illetve segítenek egyéb szakmai iránymutatásban. Van például olyan rész is ennek a szolgáltatásnak, hogy a projektet egész élete során végigkísérik. Ugyanígy az információ áramlást azzal is próbáljuk segíteni, hogy az Európai Bizottság létrehozott egy weboldalat, ahová a projektgazdák az ötleteiket, a projektjeiket föltölthetik, nyilván azért egy előzetes üzleti tervet azért már érdemes oda letenni az asztalra, és a világ bármely tájáról, akár az USA-ból, akár Kínából, aki keres egy jól finanszírozható projektet, az rákattint erre a weboldalra, kereshet szektoronként, energiaszektor, idegenforgalom, megújuló energia, mit szeretnék finanszírozni, kereshet projektméretet, nekem körülbelül ennyi pénzt kockáztatnék, csak ekkorát szeretnék, vagy rákereshet egy országra. A feleségem magyar, én nagyon szeretnék Magyarországon beruházni, egy kicsit valami magyart szerezni, akkor Magyarországra rákattint, és egyből kilistázza, hogy milyen projektekbe fektethet be Magyarországon. Ez a második lába. A harmadik lába pedig magáról a beruházási környezetről szól, hiszen hiába adunk finanszírozást és garanciát, hiába próbáljuk meg, hogy egymásra találjanak a beruházók és a befektetők, hogyha azután elindul az a projekt, de a beruházási környezet egész egyszerűen mondjuk, hogy megfojtja, vagy eleve olyan komoly egyéb terhekkel szembesül egy ilyen projekt, hogy már el se tud indulni, mert hiába lenne nyereséges, olyan extra költségek rakódnak rá, mint például, hogy hányszor kell nekem adóbevallást, hány órán keresztül készítenem és beküldenem, és ehhez hány könyvelőt kell fizetnem. Ad abszurdum, hogyha én nem csak Magyarországon szeretnék vállalkozni, ugye az Európai Uniónak óriási előnye, hogy kinyíltak a határok. Nem csak szabadon mozoghatunk, tanulhatunk, shoppingolhatunk, várost nézhetünk, hanem szabadon is vállalkozhatunk, szabadon alapíthatunk egy szlovák vállalkozást akár. És ugye ez már az Európai Bizottságnak az asztala, hogy legyenek olyan szabályok, amik megkönnyítik ezt a határon át nyúló üzletelést is. Ebben próbálunk például segíteni. Most elhangzott a három pillér, az előző kérdés végén elhangzott az is, hogy előadásokat, tájékoztatókat tartanak. Kiknek tartják ezeket a tájékoztatásokat, kik az érdeklődők?
hogy az európai beruházási terv az európai polgároknak készült. Nyilván elsősorban a befektetők és a beruházások azok, beruházók azok, akik fontos, hogy tudjanak erről az egész lehetőségről, akiken múlik egyáltalán ennek az egész tervnek a sikere. Az nyilván vannak közöttük állami intézmények is, akik a saját ügyfeleiket, mondjuk egy befektetés segítő ügynökségre gondolok, akik a saját ügyfeleiket, vagy mondjuk a Europe Direct iroda, akihez bármikor oda lehet fordulni, vagy az önkormányzatok, akiknek egyébként akár saját projektje van, akár szintén információt tudnak nyújtani. Tehát vannak közszektorbeli szereplők, mondjuk így, és vannak magánszektorbeli szereplők is, akiket kifejezetten érint. De azt gondolom, hogy én itt nem állnék meg. Itt azért ez érinti abszolút a magyar polgárokat is, hogy nekik lesz-e munkahelyük helyben, vagy nem lesz munkahelyük helyben, és mi az, amit mondjuk az Európai Unió, az Európai Bizottság tud azért tenni, hogy legyen munkahelyük helyben. A három pillérnél több minden elhangzott a beruházásokról. Milyen iparágakra összpontosít a beruházási terv? Szinte nincsen megkötés, úgyhogy mondanék egy példát. Mondjuk honvédelmi beruházásokra nem, de mondanék néhány példát. Ugye ilyen nagy... Eleve az európai beruházási tervnek két nagy ablaka van. Vannak a nagy infrastruktúrális projektek, és van kifejezetten a KKV-kre gondolva a garancia alapon belül elkülönített garancia pénz, hogy ez a kis és középvállalkozásoknak a hiteleit garantálja. Egy kis és középvállalkozás szinte bármit megvalósíthat. Mondok néhány példát. Úgy tudom, hogy itt Heves megyében is van olyan fogorvos, aki vett föl azért hitelt, hogy be tudja rendezni az ő fogorvosi rendelőjét. Vagy van olyan vállalkozó, aki szeretett volna üzletet bővíteni, és ezért vásárolt ingatlant. Van olyan vállalkozó, aki egy tehergépjárművet szeretett volna venni, tehát ilyenekre is lehet gondolni, így kis- és középvállalkozásként. De egyébként szektorként, akár a nagy projektek, akár a kis- és középvállalkozások, szinte, mint mondtam, szinte minden beleérhető. Tehát ebben van energiaszektor, ebben van abba beleérthető természetesen a megújuló energia, beleérthetők az energiahatékonysági beruházások. Van digitális gazdaság, amiben tényleg szintén nagyon sok modernizáció beleérthető, de ott vannak akár a szociális szolgáltatások, ami nem csak az egészségügyről szól, egyébként nyilván arról is, otthoni ápolásról, de szól akár az idegenforgalomról, a kultúráról, bármilyen környezetvédelmi, erőforrás, hatékonysági beruházásról, tudásalapú gazdaságról. Úgy gondolom, hogy a lehetőségek száma szinte végtelen. Reményeim szerint azért számos érdeklődésre tart majd számot ez a beszélgetés. Ezért adjunk néhány információt a tévénézőknek arról is, hogy milyen portálokon érdeklődhetnek ezek után. Az egész beruházási tervről lehet az Európai Bizottság által létrehozott portálon is tájékozódni, de a magyarországi képviseletnek a honlapját is ajánlom figyelmükbe, amely magyar nyelvű és minden szükséges egyéb linket is tartalmaz a további információ megkereséséhez. A mi honlapunk ez nagyon egyszerűen megjegyezhető, www.eu.hu, és felül van egy ilyen forgó, mindig aktualitásokra koncentráló kép. Meg kell várni, amíg följön egy európai beruházási terv, arra rákattintanak, minden szükséges információt megtalálnak. És azt azért szeretném elmondani, hogy konkrétan Magyarországon még a kis- és középvállalkozásokhoz tudnak fordulni. Ugye nagyon gyakran az Európai Uniós finanszírozás közvetítőkön keresztül elérhető. Magyarországon az Európai Beruházási Terv által garantált pénzügyi instrumentumokat, ugye ezek nem csak hitelek, ezek lehetnek garanciák is, vagy bármi más is. Jelenleg három közvetítőn keresztül elérhetőek. Ez a KNH Bank, az UniCredit Bank és az Agrárvállalkozási Hitelgarancia Alapítvány. Érdemes egyébként a www.eu.hu-t továbbra is figyelemmel kísérni, mert ez a lista reményeink szerint folyamatosan bővül. Intervallumokról hogy kérdezzek, meg nyilván ez is érdekli a kis- és középvállalkozókat. Most már arra választ kaptunk, hogy hol juthatnak finanszírozáshoz, vagy éppen pénzügyi tanácsadáshoz. A projektek nyilván megtalálhatók a honlapon, hogy körülbelül milyen
célirányokat lehet belőni. Mikor indulhatnak ezek a projektek a megvalósításuk, illetve a vállalkozások szemszögéből? Ma. Holnap. Ja, attól függ egyébként, hogy milyen típusú, tehát hogy a projekttel, az adott projekt gazda éppen a beruházási tervnek melyik pillérében nek a szolgáltatását szeretné igénybe venni. Ugye a finanszírozás az már elérhető egy éve a KNTH banknál, és mint mondtam, a lista folyamatosan bővül. A tanácsadói platform is elindult már, több mint egy éve, és a projektportálunk, ugye ezt... A projektportált szintén a www.eu.hu-ról egyébként rá lehet kattintani a tanácsadó platformra is, de ha beírják a keresőbe, hogy EIAH, akkor szintén egyből kidobja, tehát ez már, mint mondtam, beindult, és maga a projektportál, ahol egymás, ahová föltölthetem a projektemet, és bárhonnan a világ minden tájáról kattintgathatnak az érdeklődők, ez fél éve indult el, és úgy lehet megtalálni, és itt van egy korlát, a következő 3 évben el kell, hogy induljon a vállalkozás, akkor tudom föltölteni a projektportálra a projektemet. Tehát, hogyha 10 év múlva szeretnék vállalkozni, akkor várjunk még egy kicsit annak a föltöltésével. Reményeink szerint akkor is lesz még projektportál. És egyébként még nem mondtam el, hogy azt hogy lehet megtalálni. Szintén a www.eu.hu-ról ki lehet indulni, de hogyha valaki közvetlenül szeretné megtalálni, 24 nyelven elérhető, köztünk magyarul is, azt kell beírni a keresőbe, hogy EIPP, ez az angol rövidítése az Európai Beruházási Projekt Portálnak, tehát EIPP, és az elsőként dobja ki ennek a portálnak a nevét. Egyből magyarra lehet váltani a felületet, és ez egy nagyon felhasználóbarát felület. Könnyű rajta kattingatni. Jól értelmeztem az ön szavaiból, hogy akkor a finanszírozás egy kicsit más alapokon működik, tehát nem úgy van már, hogy tagállamonként le van borítékolva, hanem akkor gyakorlatilag ez egy hatalmas nagy kalap, és aki ebből részesedni kíván, az megteheti. Ez pontosan így van. Magyarországon nagyon jól ismerjük már a szokásos EU pénzeket, az EU finanszírozást, ahol minden tagállamnak megvan a saját leosztott borítéka, amit igyekszik felhasználni a megadott időn belül. Ugye 7 éves keretekben gondolkozik az Európai Bizottság keretköltségvetése, és az Európai Unió keretköltségvetése. Ez más logikán működik. Itt teljesen piaci alapú hitelekről van szó, de piaci alapú azban az értelemben, hogy életképes projekteket várnak. Ezek nem vissza nem térítendő, hanem visszatérítendő források. Azonban a piaci feltételeknél jóval kedvezőbbek. És ezért jóval többen tudnak hozzájutni ezekhez a forrásokhoz. Nagyjából ennyit szerettem volna mondani. Ugye az is elhangzott, hogy milyen iparágakra összpontosít maga ez a befektetési terv. Szóval szinte bármire honvédelmen kívül, ez is elhangzott, de hogyha most lehetőségeket szeretnénk mondani a projektgazdáknak, befektetőknek, akkor erre milyen példákat tudunk hozni konkrétan? Konkrétan például Dániában már finanszírozott ez a terv egy szélerőmű parkot. Annak az volt az érdekessége, hogy mint mondtam, nem csak hitelek elérhetők, hanem ez egy saját tőke finanszírozású jellegű pénzügyi instrumentum volt, vagy mondjuk egy pénzügyi segítség. Volt már, hogy finanszíroztunk olaszországi középvállalkozást, aki az acéliparban tevékenykedett, és szeretett volna egy modernebb technológiát bevezetni. Volt már, ami talán Magyarország számára is rendkívül érdekes és követhető példa lehet, ez egy francia példa volt. Ez egy, ugye sokszor szokták az európai beruházási tervről mondani, hogy nagyon magas a projektméret. Tehát például az európai a projektportálon most 5 millió euró, egyébként 1 millió euróra szeretnénk ezt a küszöböt lecsökkenteni, tehát ez egy 1 millió eurós ott a projektméret, tehát ez a központi részén az első két lábban azért elég komoly nagy projektekre vár az Európai Beruházási Bank. De lehetőség van arra, hogy ha valakinek több kisebb projektje van, akkor ezeket összecsomagolja egy beruházási platformba,
És ez a franciaországi példa, ez arra nagyon jó, hogy sok társasháznak az energiahatékonysági beruházását, ami egyénként elég kicsi projekt lett volna, és nem ütötte volna meg a luxemburgi ingerküszöböt, összecsomagolták egy nagy milyen beruházási platformba, és ezt finanszírozta meg az Európai Beruházási Terv közvetlenül. Ugye most itt, amikor nagy projektekről beszélünk, ez nem a KKV-k számára félretett garanciáról van szó, hanem arról a bizonyos második lábról. Most ez a félretett, ugye erről már szóltunk, hogy nincsen lebontva borítékra, tehát a legversenyképesebbek projektek kapnak finanszírozást. Hogyha Magyarországról nagyon sok versenyképes projekt jön, akkor Magyarországra nagyon sok finanszírozás fog áramlani. A tervekben, illetve ezekben a kiadványokban, amelyekből készültünk és amelyeket elolvastunk, nagyon sokszor esik szó a beruházási környezetről, amelyek javulnak. Nyilván halljuk a híradásban most is, hogy azért némi struktúrát az érint, illetve hát az oktatást is meg kell, hogy lökjék hozzá. Nagyon sok volt a munkanélküli, nagyon sok volt a hiány szakma. Most ez a javuló beruházási környezet hogyan értendő? Mit lehet erről tudni? Hogy ez a harmadik pillér, ez két allábra szeretném ezt bontani. Egyrészt az, amit mi Brüsszelből tudunk javasolni a döntéshozó tagállamoknak és az Európai Parlamentnek, hogy európai szinten jobban működjön a piac. Ugye egyre tartozik egyébként az Energiaunió is, ami nem a rezsicsökkentésről szól, illetve úgy szól a rezsicsökkentésről, hogy szeretnénk, hogyha fogyasztók dönthetnék el, hogy honnan, milyen forrásból és a lehető legolcsóbb forrásból juthassanak energiához. Erről, és arról is szól egyébként, hogy a 21. században látjuk, hogy az energiaigénye nagyon nagy az európai gazdaságnak. Ugyanakkor nagyon energiaszegény Európa, azért Európában egyébként összehasonlításban Ázsiával vagy akár Amerikával jóval magasabbak az energiaárak. Ezért kénytelenek vagyunk átállni egy egészen más típusú gazdaságra, egy megújuló energiákra alapozó, klímabarátabb gazdaságra, ami egy teljesen más logikát követ, nyilván nem olyan, mint egy széremű, hogy kikapcsolom, bekapcsolom, hanem valóban a megújuló energia az változó. Amikor sok energia van, akkor nagyon olcsó az áram, amikor kevesebb energia termelődik, akkor az Energiaunió arra is próbál megoldást adni, hogy jobban össze legyenek kötve az adott tagállamoknak az energiarendszerei, és azért, amikor akár mondjuk Magyarországon nem termelődik meg újul energia, akkor akár Horvátországból tudjunk pillanatok alatt hozzáférni energiaforrásokhoz. Tehát például mi ezt is, az Európai Bizottságnak a javaslatai ezt is igyekeznek megcélozni. De természetesen nagyon sok minden nem az Európai Bizottságon múlik, hanem a tagállamokon. Az, hogy milyen a foglalkoztatás politika, hogy milyen a szociálpolitika, azaz a szegényeket, az egyenlőtlenségeket hogyan kezelik a munkanélküliséget, hogyan kezelik az oktatást, hogyan kezelik az egészségügyet, ez mind-mind a tagállamokon múlik. Amit mi teszünk, és amivel foglalkoztunk egyébként éppen tegnap az MTA-n, a konferencián, amit említett, ez a Magyarországra vonatkozó országjelentés, ezt minden évben elkészítjük egyébként minden tagállamra. Ez egy pillanatfelvétel arról, hogy milyen a beruházási környezet az adott tagállamban. Azt látjuk, hogy Magyarországnak nagyon szépek a mutatói, tehát nincsen semmilyen válságra utaló jel, jelenleg a magyar gazdaság nagyon szépen növekszik. Azt viszont biztosítani kell Magyarországon is a gazdaságpolitikának, hogy ez közép és hosszú távon is fenntartható legyen, akár EU pénzek nélkül, vagy akár az EU pénzek mellett. Ugye mi ennek a kulcsa megint? A beruházások. Hogyan lesz sok beruházás? Az látszik, hogy szépen pörög a gazdaság. Eddig nagyon munkaintenzív volt ez a magyar gazdasági növekedés, munkaerő intenzív. Ennek mindannyian érezzük, mindenhonnan hallani, hogy lassan már a határait feszegetjük, hiszen elértünk egy olyan állapotba, amikor már nagyon nehéz munkaerőt találni, mindenhonnan azt hallani, hogy kevés, nem csak a képzett, most már a képzetlen munkaerő is nagyon kevés. Hogy ezt sokféleképpen lehet kezelni, ezt megint csak lehet kezelni hatékonysági beruházásokkal, hogy ugyanannyi mennyiségű munkaerőt jobban ki tudjak használni, megint csak lehet kezelni innovatív beruházásokkal, másképp használjam a rendelkezésemre álló munkaerőt, esetleg ne csak munkaerőt használjak,
esetleg más típusú iparágokba is belevágjak, mint például a felhő alapú szolgáltatások, vagy bármilyen ilyen negyedik ipari forradalom típusú szolgáltatás. Igyekszünk olyan javaslatokat adni, és olyan elemzéseket kell segíteni a magyar gazdaságpolitikai döntéshozóknak a munkáját, ami aztán majd támogatja a hosszú távú fejlődést is. És nagyon fontos az is, hogy a minimálbér emelésével azért ezt ki is kell termelni, hogy meg tudják finanszírozni azok a vállalkozók, akik ilyen munkaerőket alkalmaznak. Én nagyon szépen köszönöm Önnek, hogy elfogadta a stúdiónk meghívását, és egy tartalmas előadás után még itt is tájékoztattuk a nézőket erről az európai beruházási tervről. A honlapok igen gazdagon tájékoztatják, úgy gondolom, a kis és középvállalkozásokat, ahogy Ön is elmondta, és készséggel állnak a segítségükre. Bárkinek lesz ilyen merész ötlete, hogy azért kihasználja ezeket a befektetéssel kapcsolatos alapokat. Én kívánok ehhez Önöknek minél több eredményt, minél több ilyen előadást, ahol eljuthat az információ azokhoz a gazdasági szereplőkhöz, akik szeretnének projekteket fejleszteni, és munkájához nagyon jó egészséget és kitartást kívánok. Köszönöm szépen, viszont! Kedves nézőinknek pedig köszönöm, hogy velünk tartottak. Maradjanak továbbra is a Gyöngyösi Városi Televízió csatornáján. Viszontlátásra!